Ivóvízhiány miatt szükségállapotot hirdettek Majdanpeken. A kelet-szerbiai település 10 kilométerre fekszik a Dunától, de hegyvidék választja el a folyótól. Az elhúzódó aszály okozza a vízhiányt. Egy helyi lakos mondja, hogy palackozott vizet vásárolnak. Amikor lajtos kocsi érkezik, megtöltik a kannákat. Egy asszony reméli, hogy hamarosan esni fog. Egy másik nő szerint több településen egyáltalán nincs víz. A 15 ezres népességű Majdanpek a Pek patakról kapta a nevét, a vízfolyásban idén nagyon kevés a víz. Mivel a városnak van saját víztartálya, így a kórházat nem érintette a korlátozás, de a lakossági felhasználást már az előző hónapokban is napi 8 órára korlátozták. Az állatok itatása is gondot jelent. A hőhullám folytatódik Szerbiában, 40 foknál melegebb kánikulával.